Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hírtoron híradó jelentkezik. Vácon vagyok szeptember 25-én, ahol már a várományos győztesek is gyülekeznek, várják a madarakat, ugyanis ma van egy nagy derbi 600 kilométerben. De hát ugye engem, a riportet elsőleg is az érdekli, hogy az illatok hová vezényelnek. Az illatok ide vezényeltek egy úrhoz, aki éppen itt keverget. Jó napot kívánok, uram! Hirtorony híradó. Kihez van szerencsém? Kunzsót. Mi rögtök az üstbe? Birkapörkölt. Igen, Isten illat. Tudni, hogy már a Pavlovi reflexen működésbe lépett. És mennyibe kerül egy adag? Hú, ezt én nem tudom, ezt a főnök úrral kell majd megbeszélni. Én csak a szakács vagyok. És kik részesülhettek ebből a finomságból? Igen, igen. De kik? Kik részesülhettek? A versenyzők, akik itt részt vesznek, meg a vendégek. Tehát gyakorlatilag mindazon személyek, akik a versenymadarakat várják a mai napon. Igen, igen, igen. Tehát jól értem. Igen, igen. Egy üsttel készül. Kettővel. Itt van egy adag húsleves is. Húha. És még akkor még egy adag birkapörkölt ott is van. Melegítjük a húsleves. Szóval a bőség zavara van. És van még egy kondér birkapörkölt. Értem. Hát akkor kihez fordulhat itt a Bácskai úrhoz? Igen, a Bacskai Sándor. Igen, felé. Köszönöm szépen az interjút. Jövök tovább. Kihez is vezethet az uram? Nem lesz, hogy egy ilyen mindjárt kifizetem az úrnak. Bacskai Sándor tulajdonoshoz. Itt én már körbejártam az üstöket. Csodálatos illatok vannak. Meghozták a friss kenyeret. Mi az az úr? Ezt kevés lesz nektek, mert olyan jó van. Jó. Az az úr, aki keveri a finomságokat. Én nem tudtam megmondani, hogy konkrétan mennyibe kerül egy adag. Ingyenes, itt mindenki számára, ami nálunk esznek, isznak, ásványvíz, az ingyenes mindenki számára. Akármennyien vagyunk, azért mondtam el a videóban, hogy bárki jöhet, mint galambász, meg barát. Itt ingyenes a kaja, senkinek nem kerül semmiben, mivel egy családi napot szerveztünk a galambászok számára, a hölgyeknek, hogy jó érészessék magukat, mert máma már megszűntek ezek a családias összejövetelek, és mi azon vagyunk, hogy európai és magyar galambászokat összehozzunk. És ne az legyen, hogy elmegy valaki valahova, azt nem tudják, hogy mit kérjenek egy tányér ételé, hanem igenis ingyen van rá lehetőség, hogy bárki annyit eszik, amennyi jó esik. Mindaz a személynek, akik... Birka pörkölt van, mindenki annyit fogyaszt, amennyi jó esik neki. Értem. Köszönöm szépen. Hány szemét várnak? Nem tudjuk, mert nem jelezték úgy különösebben, de aki jön, annak mindenkinek jut a kajába, bármennyien is vannak. Információim szerint 600 kilométerről vannak indítva versenymadarak. Azért lettek 600 kilométerről most indítva, mert megnézte a meteorológus nekünk az időt, aki nézi. Nem bízzuk senkire meg a véletlenre a dolgokat, hogy másnap hogyan esik az eső, hogy ne érjék utól az esőt a galambok, ezek a kis galambok. Már egy kicsit benne vannak a vedlésben, ne ázzanak le, és legyen annak is az ideje még hazajönni esetleg, még nem tudjuk valójában, hogy reggel milyen pára van, és nem tudjuk ennek az indítását, mi nem úgy van, mint felnőtt galamb, hogy 5 órakor vagy 6 órakor ki tudjuk engedni. Sajnos most már ősz van, mivel a kis galambok is bekerülnek a nagyvedlésbe, és ezért kell megvárnunk azt, hogy kiszámolják, hogy valójában mikor is érhetnek nagyjából a galambok. De azok a galambok is, akik egy kicsit nem úgy sikerül nekik az eljövetel vagy a hazajövetel, másnap legyen nekik lehetőségek arra, hogy haza tudjanak jönni, vagy esetleg harmadnap, mert mind jó galambok, nincsen vele semmilyen probléma a hazajöveteken, jó állapotban vannak, és bízunk benne, hogy minél több hazajön. A Bacskai kupára csináltattam különleges serlegeket az embereknek, hogy ne csak mindig olyan serlegek legyenek valójában, jöjjönnek kicsit közelebb. Igen. Hogy a feleségük ne csak izé legyen, hanem egy szép virágosban föltehetni az asztalra, le,
meg bárhová, és ezeket az első díjat ilyenekkel díjazzuk. Ez egy különleges egyedi talap, ezeket én egyik barátommal csináltattam, hogy ne csak mindig olyan legyen, hogy csak a szekrénybe, hanem ki tudja tenni padlóvázára, és tudjon benne gyönyörködni, mert ha az ember esetleg kihal, ezt még az unokája is tudja használni, de egy másik fajta serleget nem biztos, hogy meg akarnak tartani, de igen, ezt megtartszák szívesen. Hány darabot arat indítottak? 687-et indítottunk, ebből kivettük, akinek ki kellett venni a championokat, kivettük, akik az első 15, meg aki úgy gondolta, az első 50-ben benne volt a galambja, azokat kivettük neki belőle, hogy pontosan nem tudom, hogy mennyit, és azok itthon maradtak. Értem. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Én köszönöm a kedvességét.